Jó estét kívánok, már is kezdünk, és ahhoz az előzetesben benne volt az első két vendég, Pálinkás József egyetemi tanár és Gulyás Balázs közíró. Jó estét kívánok! Elmondom a ma esti alapélményemet. Bárki, aki kérdezte, hogy kik jönnek ma a műsorba, mondtam, hogy hát jön Pálinkás József professzor és a Gulyás Balázs. És kérdezték, hogy de melyik Gulyás Balázs a publicista? És mondtam, hogy ő. Hát hogy kerülnek azok egymás mellé? Na, hát hogy kerülnek azok egymás mellé? Egyébként érdekes, mert múlt héten is egymás mellett ültünk ezen a bizonyos konferencián, igen, vagy beszélgetés. Na jó, nyilván azoknak, akik ott voltak, azoknak evidencia, de bárki másnak erre rácsodálkoztak, hogy milyen különös pár. Szóval, mi ennek a története? A története az, hogy meghívtak minket ebbe a stúdióba. Ha messzebbre visszamegyünk, akkor az, hogy sok kérdésben azt hiszem hasonló módon nyilvánultunk meg az elmúlt időszakban. Ahogy a felvezetőben is elhangzott, azt gondolom, hogy azt ahhoz a polgári értékrendhez, amelyet 1990 óta hangosan is mondunk, vagy 90 előtt is hangosan is mondtam én, Balázs talán 90 előtt ezt nem mondta ilyen hangosan. Én Gőgics értem, de már ez Gőgics értem. Majd mindjárt idézek, hogy mit Gőgics értél azóta. Ezekhez az elveinkhez ragaszkodni kell, akkor is, hogyha ezzel bíráljuk tulajdonképpen a jelenlegi kormányt is, és az előző rezsimet is. Na, Balázs azt írta a Magyar Hangba, hogy idézlek téged, a felelős jobboldali értelmiség otthagyta a Fideszt, és ugyan a senki földjén, de mégis nagy szellemi szabadságban éli életét. A felelős jobboldali értelmiség most joggal mondhatja azt, hogy a felelős jobboldali értelmiség nem hagyta ott a Fideszt. Tehát, hogy tulajdonképpen azt ki mondja meg, hogy melyik a felelős jobboldali értelmiség. Ti azt mondjátok magatokról, hogy ti. Hát az, aki mondjuk az ország dolgairól felelősen gondolkozik. Nyilván ezt is lehet aztán tűrni, csavarni, sok oldalról megnézni, de egyébként ezt az alapállítást most már nem igazán vitatják. Tehát akkor, amikor ez nyáron megjelent ez a cikksorozatom, amiben ez a mondat is benne volt, akkor sokan vitatták. Például Balogh Zoltán volt miniszter, csacskaságnak minősítette, de most már gyakorlatilag az elmúlt egy hétben megjelent 3 vagy 4 cikk is a témában, és ezt az alapállítást egyébként nem vitatják. Tehát beleértve Stumpf Istvánt, aki nyilatkozott ugye a HVG-nek is, meg a 168 órának, ő is azt mondja, hogy a konzervatív értelmiség eltávolodott a Fidesztől, az más kérdés, hogy ő ezt nem tartja olyan nagy problémának, legalábbis abból úgy tűnik, amit elmondott. És egyébként a Válasz Online-on is megjelent egy cikk, meg más helyeken is, és magát az alapállítást nem vitatják. Senki nem kérte ki magának, hogy miért vitatjátok el tőlem, hogy én vagyok a konzervatív jobb oldal? Ki kérni, nem kérték ki maguknak, ugyanakkor azt állítják, hogy a Fidesz mögött ott van az a szakértői gárda, amelyre nekik szükségük van. Most itt ez a kérdés persze, hogy melyik az a szakértői gárda, amire szükségük van. Én úgy gondolom, hogy egy olyan szakértői gárdára van szükség, aki kendőzetlenül elmondja a véleményét, nem pedig megpróbálja becsomagolni a döntéseket valamilyen szép csomagolóanyagba. Én azt feltételezem, hogy ez az egész kezdeményezés, vagy amiről beszélgettek, az valamiféle figyelemfelhívás. A kérdés az, hogy kinek szól. Tehát én azt gondolom, hogy a baloldali értelmiség vélhetően erre úgy reagálhat, hogy hát jó reggelt, tehát itt az ideje felébredni. A jobboldali értelmiség egy része az valószínűleg azt mondja, hogy kikérem magamnak, hogy az én nevemben beszéljetek, mert én vagyok az elfhű, és ti nem vagytok azok. És egy része az lehet, hogy kínosan érzi magát, mert úgy gondolja, hogy lehet, hogy van annak alapja, amiről ezek az emberek beszélnek, de hát akkor én mit keresek itt? Itt azért egy fontos dolgot szerintem érdemes megjegyezni, hogy az elfhűség meg a párthűség az két különböző dolog. Tehát én azt gondolom, hogy a Fidesz, egyébként azt is állítom, én nem tudom, majd professzor úr megerősíti, hogy ő is így gondolja, vagy sem, én azt is állítom, hogy a Fidesz már nem jobboldali, meg nem polgári, meg nem konzervatív. Tehát ezek csak máz a Fideszen ezek a jelzők, és magának a korrupciónak az eltüntetésére, vagy elfedésére szolgálnak. Hát volt egy tök jó jelenet ősszel az országgyűlésben, amikor Hatházi Ákos ugye föltartotta azt a bizonyos táblát, és a nemzeti zászlóval takarták el azt, amikor oda mentek hozzá a fideszes képviselők, és ott ugye kialakult egy nullakodás. Tehát a lopás, ugye az volt rajta a táblán, hogy a lopást nehezményezte, hogy finom legyek. Igen. Hatházi Ákos.
a nemzeti jelképeinkkel takarják el a lopást. Ez egy kiváló színházi vagy színművészeti előadás. Valószínűleg ez nem volt egy végig gondolt reakció. Te értem persze, hogy miről de ez beszélsz, egy szimbólum. De... Én csak azt mondom, hogy ez megfeleltethető a rendszernek is. Tehát itt nem jobboldaliak ők, ők pénzoldaliak. Professzor úr? Mindenkihez szólunk, tehát ha végigvesszük ezt a nagyon helyesen ezt a osztályozást, akkor azt kell mondjam, hogy természetesen szólunk azokhoz a értelmiségiekhez, akik támogatták ezt a kormányt valamikor. Kezdve talán Antal József kormányától kezdve egészen 2010 és 18 között valameddig, de szólunk a baloldali értelmiségiekhez is, hiszen ők is támogattak olyan kormányzati intézkedéseket, amelyekre most nem büszkék. Én azt gondolom, hogy a magyar értelmiségnek és minden magyar embernek össze kell fognia azért, hogy egy tisztességes, becsületes kormányzás legyen Magyarország. Ez nem jobb oldal és bal oldal kérdése most már, ebben nagyjából egyetértek bárról. Ez nem... jobboldal, baloldal kérdése, nem a politikai beskatujázás kérdése. Most itt arról van szó, hogy az ország jövője a fiatalok érdekében tisztességesen kívánunk-e kormányozni és a közéletet tisztességesíteni, mert van egyfajta mintakövetés a társadalomban, és hogyha a legfőbb hatalomnál van kivetni való, akkor az emberek ezt sajnos másolni fogják, és az egész társadalomban elindul egy olyan folyamat, amit ideje visszájára fordítani. Megadható-e, hogy mi volt a kiábrándulás pillanata a saját személyes sorsukban, tehát jobboldali értelmiségiek mind a ketten, és hosszú időn keresztül még kooperáltak, vagy együttműködtek, nem tudom, mi a jó kifejezés a Fidesz-tel, együttműködtek. Én támogattuk is, szerintem ez az igaz. Eljött egy pillanat, amikor azt mondták, hogy ez nem megy tovább. Megadható-e, hogy mi volt ez a pillanat? Mert nyilván másoknak is ez lehet egy olyan, tehát kinek eljön a maga életében az a meghatározó pillanat, amikor azt mondja, hogy ehhez most már nem tudom az arcomat és a nevemet adni. Mikor jött el ez Pálinkás József esetében? Az én esetemben ez egy átmenet volt. Én gyakorlatilag 2010-től volt egy csomó intézkedés, amivel én nem értettem egyet. Nem volt olyan, amire azt tudtam mondani, hogy na most itt van a vég. Valójában én egy mindenkinek a helyzete sajátos, az enyém annyiban sajátos volt, én egy kormányhivatalban dolgoztam, ami azt jelentette, hogy én politikai véleményt nem fogalmazhattam meg, pártpolitikában nem szólhattam bele. Ezért én akkortól kezdve nyilvánulok meg a sajtóban, mikortól ez a feladatom megszűnt. Persona non grata lett egyébként azóta? Igen. Akkor valószínűleg ezt vállalni kell azoknak is, akik még nem indultak el ezen az úton, de esetleg gondolkodnak rajta. Az egészen biztos, hogy biztos. Így van. Tehát minket azóta nem hívnak köcsére. Nekem egyébként 2013-ban volt. Ez egyébként úgy van, ahogy a professzor úr mondja, hogy ez egy fokozatosan történő kiábrándulás, talán mint egy szerelemnél is. De nekem 2013-ban azt hiszem, hogy talán ez a negyedik alkotmánymódosítás volt, ami kiverte a biztosítékot. Most nagyon a részleteknél való belemenés nélkül, ugye ott az Alkotmánybíróság megsemmisített néhány törvényt, amit aztán szépen bepakoltak az alkotmányba, és megszabták, hogy az alkotmány pedig az Alkotmánybíróság nem vizsgálhatja. Tehát nekem ez volt az, amikor azt mondtam, hogy itt valami most már véglegesen elszakadt. Érdekes, csak zárójeles megjegyzés, nagyon sok jobboldali és mélyen vallásos barátomnak a hajléktalan törvény volt az utolsó csepp a pohár. Tehát azt mondták, hogy azzal nem tudnak mit kezdeni már lelkiismereti okokból. Igen, az is. Igen. Stumpf András, a Válasz Online munkatársa írta azt, vagy jegyezte meg, hogy mindez fontos lehet egy szűkebb értelmiségi körben, de nem ők döntik el a választásokat. Tehát igazából az, hogy az értelmiség, a jobb oldal értelmiség egy részét felrázzák, országos szinten nem oszt, nem szoroz. Majd meglátjuk. Én azt gondolom, hogy a véleményformálók éppen azért véleményformálók, mert valamilyen hatásuk van. Én azt látom, hogy sok ember megkeres, amikor bemegyek a metróba, akkor reggel köszönnek, hogy jó reggelt, professzor úr, és még egyéb, hozzák a kávét. Kávét nem hoznak, de köszönnek, megismernek. Azt gondolom, hogy mennél többen, itt is van egy kritikus tömeg,
két ember nem elég, 10 ember nem elég. Kell, hogy összeálljon az a kritikus tömeg, a polgároknak az a kritikus tömege, amely tisztességes, becsületes kormányzást akar, szuverén polgárok. És itt ez egy fontos szó, még akkor is, hogy kicsit idegenül hangzik, önálló emberek, akik önállóan mernek véleményt nyilvánítani. Ma Magyarországon nagyon sok ember fél véleményt nyilvánítani. Ezt jó. kell megtörni azzal, hogy azt mutatja több ember, akkor is, hogyha ebből neki bármilyen gondja származik, hogy nem fél. Értem. Kinyitják a szemét jó néhány embernek. Kire fognak ők szavazni? Tehát találnak-e ma olyan politikai alternatívát, amelyik valós alternatíva lehet az eddigi preferenciával szemben? Hát ez az egyik legélesebben felvetődő kérdés. Én és pénteken is erről vitáztunk, ezen igen, a bizonyos igen. Ez volt a fő témája, ez volt a vitának. Itt ez egy nagy kérdés, én nem titkoltam el pénteken este, sem, most sem tudom eltitkolni, én azon az állásponton vagyok, hogy létre kell, hogy jöjjön egy szabadelvű konzervatív polgári párt, mert a politikai mezőben a pártok játszanak. Ezzel szemben áll az az álláspont, hogy most egy egységes Fidesz-szel szembeni ellenzékre van szükség. Én ezt vitatom, de természetesen, mint minden vitában, vagy mint minden normális párbeszédben, meghallgatjuk a másik felet is, és elmondják, hogy szerintük miért az jó. Én azt gondolom, hogy egy olyan, az jó, hogyha saját identitással rendelkező politikai csoportok, pártok kötnek koalíciót, nem pedig az, hogyha borzasztóan széles, és nem tudjuk pontosan milyen elvek mentén állapodunk meg. És azért azt hangozik el, hogy ezen a konferencián azért a jobboldali, Fideszen túli világnak a színe java ott volt, tehát Király Miklós, Márki-Zay Péter tartott előadás, ott volt ugye professzor úr, mint előadó, és ott volt a Gyöngyösi Márton is, aki ugye a Jobbikot képviselte, tehát én azt gondolom, hogy azért ez jelzi, hogy mindenki valamit akarunk csinálni, aztán majd ők a politikusok eldöntik, én egy kicsit a partvonalról kiabálok be, de majd ők a leendő politikusok, vagy a már aktív politikusok eldöntik, hogy mit szeretnének egymással kezdeni. Te egyébként ebben nem értesz egyet, hogy létre kellene hozni egy új politikai erőt, vagy azt gondolod, tudom, hogy bepakolható valami? Én azt nem tudom, hogy egy teljesen új és a felsorolt körökkel össze nem fogó erőnek van-e jövője, én ebben kételkedem. Össze nem fogónak nincs. Én azt gondolom, hogy itt ezen a polgári térfélen kell teremteni egy valamilyen egységet. Aztán, hogy az milyen, azt majd mondom, ők a leendő meg jelenlegi politikusok eldöntik, hogy milyen formában akarnak együttműködni. Ugye csak, hogy mennyire jobboldali értelmiség, mennyire homogén vagy nem homogén, a színháztörvény. Ugye itt ült Vidnyánszky Attila, beszélgettem vele, azt mondta, hogy teljesen rendben van, szerinte is, meg a Magyar Teátrumi Társaság szerint is. Ő jobboldali értelmiségi, tehát azt szerintem senki nem vitatja el. Nem, de szerintem meg nincs igaza. Tehát a kulturált vitát éppen az jellemzi, hogy egymás véleményét úgy ütköztetjük, hogy nem a másikat akarjuk megsemmisíteni, és különböző dolgokat mondani rá, vagy jellemét támadni, hanem azt mondjuk, hogy nincs igaza. Szerintem nincs igaza, mert a színházaknak autonómiára van szükség, és itt térek vissza a szuverenitásra és az autonómiára, ahogy az akadémiának autonómiára van szükség, az egyetemnek autonómiára van szükség, a színháznak autonómiára van szüksége, mert kreativitás csak autonóm körülmények de között valósul meg. Vidnyánszky Attila szerintem ebben a stúdióban is bebizonyította veled való beszélgetésben, hogy ő inkább politikus, mint egy független, még hogyha holdudvarhoz sorolható értelmiség is. Tehát ő politikusként nyilatkozott meg itt is, meg alakítója ezeknek a dolgoknak, nem csak tanácsadói szinten, hanem aktívan is. Hát én soha senkitől nem vitatom el a jogot, hogy tényleg higgyen abban, amit ja, mond. Lehet, hogy ő ezt így hiszi. Végezetül már szó került itt Stumpf István interjújára, ugye azt mondta, hogy Orbán Viktor öregszik, és elmozdultunk az autokrácia irányába, és ezt Lázár János ma megfejelte, mert úgy nyilatkozott egy rádiónak, hogy ki kell mondani, a Fidesz elveszítette az októberi választásokat, változásra van szükség a pártban és annak kommunikációjában. Ilyen kritikák eddig a
a jobb oldalról, nem csak hogy a jobb oldali értelmiség, hanem fideszes politikusok köréből. Ugye Stumpf István is kormányzati pozíciót töltött be azelőtt, hogy az Alkotmánybírósághoz került. Lázár János az Orbán utáni világra készül, meg arra építi magát, de ő nem tud a rendszeren kívül gondolkozni. Hogyha erre akartál volna utalni, hogy ő is már a rendszeren kívül gondolkozik, nem. Ő a rendszeren belül gondolkozik, csak a főnökének a, hogy mondjam, az idejének a letellésére vár. Nem, én inkább arra gondoltam, hogy kritikára, tehát hogy nem a rendszer utáni időre, hanem hogy megszületnek újabb kritikák. Olyan helyről, ahonnan nem is nagyon számítanak. A fiatalok nagyon fontosak ebben a történetben, az egész róluk szól. Mi nem csak hát a 50-es generáció lett idősebb, hanem az én generációm is idősebb lett 10 vagy 20 évvel, a 10 vagy 20 évvel ezelőtthöz képest. Ugyanakkor én azt látom Magyarországon az egyik legsúlyosabb dolognak, hogy a fiatalokra nem figyelünk eléggé. Ott a Momentum. Akkor az miért nem lehet az a párt, ahova képesek lennének integrálni az elképzeléseket? A Momentum egy földjövőben lévő párt. És én azt gondolom, hogy van jövője. Természetesen meg kell határoznia magát, és hogyha ő meg tudja magát határozni jobb-középre, akkor már is megvan az együttműködés lehetősége is. Szerintem mi még ezt fogjuk folytatni. Köszönöm, hogy eljöttek és beszélgettünk.